Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket, kezdődik a Voks 2022, és a mai témánk természetesen a köztársasági elnök választás, mert hogy májustól Novák Katalin az ország új köztársasági elnöke. Az ellenzék egyébként Róna Pétert jelölte, meg volt ma a szavazás az országgyűlésben. Novák Katalin 137 szavazatot kapott, Róna Péter pedig 51 szavazatot. Sokan azt mondták egyébként korábban, hogy politikailag egy jó húzás volt a Fidesz részéről, vagy Orbán Viktor részéről Novák Katalin jelölése. Hát erről is beszélgetünk majd, hogy vajon milyen köztársasági elnöke lesz ő az országnak, és beszélgetünk majd még a korábbi köztársasági elnökökről is, hogy hozzájuk képest mire lehet számítani, nekik mi volt az erősségük, gyengeségük, mennyire szolgálták vagy nem szolgálták a kormánypártot vagy a kormányzati akaratot, úgyhogy lesz témánk bőven. Mutatom már is a mai vendégeket, itt van Magyar György ügyvéd. Jó estét kívánok. Brenner Koloman, az országgyűlés alelnöke, a Jobbik politikusa. Jó estét kívánok. Jó estét kívánok, és Somogyi Zoltán, szociológus, jó estét önnek is. Jó estét. Csak egy gyors kérdés lenne az elején, ugye mindjárt beszélünk majd a korábbi köztársasági elnökökről is, hogy hozzájuk képest esetleg mire lehet számítani, de így első blikre mire számítanak, milyen köztársasági elnök lesz Novák Katalin, ha röviden kéne megfogalmazni, ugye azért kérdezem ezt, meg sok szempontból más lesz nyilván, mint az előzőek, sokan kiemelik, hogy nő, ugye ő a legfiatalabb köztársasági elnök, 44 éves, tulajdonképpen a kormányzati szférából érkezik, ezek talán a legfontosabbak, de tegyék hozzá, hogyha gondolják, vagy hogy, tehát hogy mire lehet számítani, milyen lesz ő? Kezdjem én. Akár. Azt akarom mondani, hogy amiket el tetszett mondani, ez mind így van, és majd a működéséből fogjuk megállapítani, hogy végül is elfogult, vagy nem elfogult. Ugyanis a köztársasági elnöknek a mi volta abban jelentkezik, hogy a nemzet egységét kell megtestesítenie, és én nem tudom, hogy egy hatalmon lévő párt alelnöke, egy kormányzati tényező mennyire fog tudni elszakadni a korábbi múltjától, mennyire tud önállóvá válni, és mennyire tudja az egész nemzetet képviselni. Nem vitásan nő, nagy előny, nem vitásan fontos, hogy fiatal, nagy előny, ilyen még nem volt Magyarországon, mert majd a puding próbálja az meglátni. Többiek? Én szerintem fideszes lesz köztársasági elnökként is. Nekem ez a beszédről is majd ugye a műsor formán még tudunk beszélni. Én csak azért akarom ezt így nagyon röviden összefoglalni, mert én szerintem viszont vitatkoznék ügyvéd úrral, szerintem teljesen mindegy, hogy hölgy az illető, teljesen mindegy az életkora, egy valami biztos fideszes, a beszéde fideszes volt, a fülbevalója korábban Orbán Viktoros volt, és Áder Jánoshoz hasonlóan annyi lesz a szerepe, hogy pontosan azokat a döntéseket írja alá és pecsételje le, amit a Fidesz hoz, amennyiben pedig reményeink szerint feláll a nemzeti egységkormányunk, akkor továbbra is azt csinálja, amit Orbán Viktor gondol. Novák Katalinnak minden esélye megvan arra, hogy népszerű köztársasági elnök legyen, de ahhoz egyetlen egy komoly dolgon át kell lépnie, az pedig az, hogy ne a Fideszből és ne Orbán Viktor akaratából kapja meg azokat az utasításokat, ahogy neki köztársasági elnökként működnie kell. Ha őt hagyják szabadabban mozogni, ha őt hagyják egy szabad politikai pályát befutni, akkor ha ezt jól csinálja, akkor lehet ő népszerű köztársasági elnök. Na nézzük, akkor ígértem azt, hogy megnézzük a korábbi köztársasági elnököket, hogy őket hogyan lehet vagy lehetne pozícionálni. Készítettünk erről egy összefoglaló táblázatot, anyagot, hogy mi hogy látjuk azt, hogy milyenek voltak a korábbi köztársasági elnökök. Remélem, hogy meg is tudjuk mutatni. Ugye látják a nézők is Göncz Árpádot, úgy írtuk, hogy a kormány ellensúlya, Mádl Ferenc, konszenzuskereső, Sólyom László, az alkotmányosság őre, Schmidt Pál, a kormánypartnere, és Áder János, a természetvédelem szószólója. Ezek inkább ilyen gondolatébresztő kifejezések vagy megfogalmazások. Ugye Göncz Árpád volt az egyetlen olyan köztársasági elnök, akit újra is választottak, ugye 1990-től 2000-ig volt köztársasági elnök, majd arról is beszélünk, hogy ki hány törvényjavaslat vagy törvényt küldött vissza mondjuk az országgyűlések, vagy küldött az alkotmánybíróságra, erre vonatkozóan is lesznek pontos adatok. Utána ugye Mádl Ferenc következett, jogászprofesszor volt, ugye a Fidesz is a Független Kisgazdapártnak volt a közös jelöltje. Sólyom László, valóban mindenki talán úgy emlékszik rá tényleg, hogy a alkotmányosság őre, mert ugye az alkotmánybíróságnak az első elnökéről van szó, és ő például a ciklus elején kijelentette, hogy visszafogott elnök lesz, de nem hajlott
hajlandó a szakmai kérdéseket politikai kérdésekként felfogni. Ugye volt ezzel kapcsolatban több, elég figyelemfelkeltő mondat a gondolata. Aztán következett ugye Schmidt Pál 2010-től 2012-ig, ugye azért kellett, ő azért csak két évig volt köztársasági elnök, mert hogy kiderült, hogy a doktori disszertációja nagyrészt plágium volt, és ezért le kellett mondania, és le is mondott, és ugye utána következett Áder János, akiről majd fogunk beszélgetni később, csak így nagyon gyorsan néhány gondolat. Egyébként Róna Péter a mai beszédében az országgyűlésben ugye emlegette is Göncz Árpádot, mint olyan példát, akinek a múltját, vagy akinek a tevékenységét jó lenne követni, vagy úgy gondolkozni, hogy ő volt. Na szóval a hosszú bevezető után önöké azt. Annyit, hogy hát újraválasztottból volt, nem csak Göncz Árpád volt, csak olyan, aki két ciklus csinálta. Abból egy. Göncz Árpádról azért ebben a sorban is megemlíthetnénk azt, hogy ő volt eddig a legnépszerűbb magyar politikus. Tehát ő ki tudta nőni magát népszerűségben olyan szinte, hogy messze a pártpolitikusok fölé nőtt. Még akkor is, hogyha részben kimutatható, hogy egy ideig ellenzéki köztársasági elnök volt, úgymond az ellenzék által támogatott köztársaság, vagy ajánlott köztársasági elnökként került pozícióba. De utána már volt olyan szakasz is, amikor a saját pártja kormányon volt, amelyik ajánlotta, és volt különbség azért, hogy ő hogy viszonyult ott a törvényekhez. De ettől függetlenül azt a szerepet betöltötte, amit egy köztársasági elnöknek lehet, meg kell. Tehát az, hogy közel kerül a néphez, olyan eseményeken vesz részt, olyan dolgokat csinál, amivel így mindenki Árpi bácsiává nőtte ki magát, ha vannak olyan választók, akik még tudnak, meg emlékeznek erre. Na most ilyenből nem volt utána senki, ezért Göncz Árpád ebből a szempontból különleges ebben a sorban, amit itt láttunk. Nagyon érdekes ez valóban a visszatekintés megnézni, és tökéletes a felirat is, hogy eltérő államfői szerepfelfogás. Közülük a jogi felületet megítélésem szerint Sólyom László biztosította, és ő volt az, aki valóban nem volt hajlandó a politikai érdekeket a szakma alá venni. Meggyőződésem, hogy jogszakmai szempontból az ő tevékenysége volt a legértékesebb. De egyetértek avval, és még egy fontos differencia specifika, az ő relációjában őt civil szervezetek jelölték, és nem a pártok. És az én fixa ideám még mindig az, hogy sokkal jobb lenne az embereket megkérdezni, szimpátiát. Nem véletlenül került be a közös ellenzék programjába a közvetlen elnökválasztás, gondolom erről még fogunk tudni beszélni. Hogyne. Tehát én Sólyom Lászlót azért emeltem ki a sorból, a Zoli kiemelte Göncz Árpádot méltán, én pedig őt azért, mert jogszakmai szempontból nagyon karakán volt, szembe ment azokkal az eseményekkel, amikkel szembe kellett menni, bátran állt ki. Nem tudom értékelni Áder János szerepét. Azért nem tudom értékelni, mert ő ugyanolyan elfogult szereplő, mint amilyen lesz megítélésünk szerint a mostani volt Fidesz alelnök, és ugyanígy nem tudom értékelni Schmidt Pál szerepét sem, aki egy ragyogó pozőr, aki egy ragyogó diplomata, egy kifogástalan személyiség, de erre a címre teljesen alkalmatlan. Göncz Árpád relációjával pedig teljesen egyetértek, Márdu Ferencet is tiszteltem a tudásáért, engem még tanított is az egyetemen. De nem ez a lényeg az, hogy most mit fog történni, megengedhetjük-e azt, és ezt hiszem, hogy ezt el kell most mondanunk még a műsor elején, hogy 3 héttel a parlament összetételének biztos megváltoztatása előtt a jelenlegi összetételű parlament erőből átnyom egy ilyen jelöltet, aki 5 évig ott lesz köztársasági elnöknél, ennek bármilyen is lesz a kormány, vagy bármilyen színű lesz az országgyűlés. Én ott kezdeném, hogy hát én életkoromnál fogva fiatal felnőttként éltem meg a rendszerváltoztatás időszakát, és igen, Göncz Árpád ugye akkor úgy került ebbe a székbe, talán még emlékszünk rá, hogy nem közvetlenül választottuk meg mégsem az államfőt, mert az akkori egy paktum, az MDF-SZDSZ paktum alapján, így aztán Göncz Árpád lett a köztársaság elnök. Ezt azért adtam fontosnak kiemelni,
mert úgy látszik, hogy 32 év után ugye ugyanott tartunk nagyjából. Ahogy ügyvéd úr is jelezte, a néppárti Jobbik is mindig kiállt a közvetlen államfőválasztás mellett. Jó magam néhány hónappal ezelőtt az ennek megfelelő törvényjavaslatokat is benyújtottam a parlamentben, mert azt gondoljuk, hogy amikor az emberek közvetlenül választják meg az államfőt, az az igazán szerepfelfogástól függetlenül az az igazán mindannyiunk közös államfője, ráadásul, ahogy mondjuk Göncz Árpád valóban egy aktív, politikailag aktív államfő volt, ahogy Csomizi Zoltán is jelezte, néha opponálta a jelenlegi kormányt, ez az Antal idejében volt, majd aztán a saját pártjával is azért próbált kiegyensúlyozottan viselkedni, de egy egyértelműen aktív köztársasági elnöki szerepfelfogása volt. Sólyom László jogász volt és civil, és azt gondolnám, hogy egy közvetlenül megválasztott államfő pedig legitimitásánál fogva olyan aktív szereplőre lehetne a magyar közéletnek, amely kiegyensúlyozó, és mondjuk ilyen válsághelyzetekben, mint jelenleg egy ilyen háborús, veszélyes helyzetben nagyon fontos megszólalásai lehet. Egyébként, ha már az aktivitást jelezte Göncz Árpádnál, akkor készültünk egy bejátszással annak idején, miközben 1990-ből, októberből, talán a nézők is emlékeznek rá, akkor volt a taxis blokkád, és ez a bejátszó megmutatja, hogy Göncz Árpád ebben a helyzetben, egy ilyen krízis helyzetben hogyan viselkedett, milyen beszédet mondott, egyáltalán mit javasolt, nézzük meg. Honfitársaim, hazánkban válsághelyzet alakult ki, ami túlnőtt a benzináremelés kérdésén és a taxisok követelésein, és minthogy ez a válság politikai természetű politikai megoldást kíván. Ezért egy. Javaslatot tettem a kormánynak, hogy hétfőig, amikor folytatódhatnak a taxisokkal folytatott egyeztető tárgyalások, függessze fel a benzináremeléssel kapcsolatos intézkedését. 2. Fölkérem a kormányt, az illetékes szaktárca irányítását és a taxisokat, hogy a taxisok felajánlásának megfelelően tárgyalják meg, miként lehet kölcsönös egyetértéssel biztosítani, hogy az ország gyér benzintartalékai ne fogyjanak el a felfüggesztés ideje alatt, és ne ismétlődjenek meg a benzinkutaknál a tegnapi nap folyamán tapasztalható felvásárlási rohamok. Az ezzel kapcsolatos megállapodásnak természetesen meg kell előznie a felfüggesztés bejelentését. 3. Megkérem a személy- és teherfuvarozókat, hogy a felfüggesztés bejelentésével egyidejűleg térjenek haza, és szüntessék meg az útelzárásokat. Arról beszélgetünk itt, amíg hallgattuk a bejátszót, hogy van némi áthallás a mai helyzettel kapcsolatban is, csak ugye visszatérve arra, amit Bennek Koloman említett, hogy mennyire aktív köztársasági elnök volt ő, hát itt tulajdonképpen egy javaslatcsomaggal állt elő annak idején 1990-ben. Nem tudom, hogy mindenki emlékszik-e, hogy itt mi történt, tehát itt aktívnak kellett lenni, mert a taxisok elzárták az országot, nem lehetett tudni, hogy mi történik. Ő, mint a hadseregnek a vezetője, tőle vártak valamit, hogy történjen valami, álljon a kormány. A kormány azt várta például, hogy álljon melléjük. És akkor a rendszerváltás éveiben, első pillanataiban mindenki kereste a helyét, a választók is nézték, hogy ezek az új politikusok mit csinálnak, és mi a feladata egy köztársasági elnöknek, mi a feladata a kormánynak. Azóta azért látjuk, hogy a köztársasági elnöki pozíció az egy nagyon erőteljesen szimbolikus pozíció, tehát ilyen szempontból mondtam azt, hogy Novák Katalin megteti azt, hogy amit Áder János, hogy egy ilyen nagyon modern, mert nagyon halk aláírógépé válik, de az neki nem lesz jó, az jó a Fidesznek, és jó Orbán Viktornak. Orbán Viktor keresi egyébként az ilyen szereplőket, aki mellette nem túl erősek, de Novák Katalin a pozíciójából tekintve akár meg is tehetné, hogy elkezd egy önálló kommunikációt folytatni, ami egyébként Orbán Viktornak meg nem feltétlenül jó. Tehát ez az első megjegyzés. A második, hogy azért ez az állítás, hogy közvetlenül megválasztott köztársasági elnök, az egy jó dolog,
de azért már mint állításnak jó, és az ezzel szembeni állítás is jó, hogy a parlament válassza meg, de mind ez a két dolog, ez két teljesen különböző közjogi berendezkedést igényel, és hát nyilván arról is kell beszélni, mert ilyen pillanatban van egy nagyon erős miniszterelnöke az országnak, aki vezet hierarchikus, diktatórikus módon egy pártot, és gyakorlatilag egy országot. Most ehhez képest az ajánlat az, hogy az emberek, ha választanak egy köztársasági elnököt, gyakorlatilag alternatívája legyen egy ilyen miniszterelnöknek, sőt, ha közvetlenül választják, akkor valószínűleg a miniszterelnök a köztársasági elnök alá tartozna, és nem mellé. Egyébként, ha már az aktivitást említette, illetve azt mondta, hogy aktívnak kellett lenni, akkor nézzük meg, hogy ha már aktívnak kellett lenni, volt egy másik időszak, 2015, ugye amikor megérkeztek a migránsok ide Budapestre, akkor is aktívnak kellett, vagy kellett volna lenni. Nézzük meg, hogy Áder János akkor hogyan és mit kommunikált. És végül harmadszor azt kértem az ENSZ főtitkárától, hogy támogassa azt a kezdeményezésünket, hogy ne csak európai uniós kvótákról beszéljünk akkor, amikor a szíriai menekültekről gondolkodunk, és a szíriai menekülteken szeretnénk segíteni, hanem világ kvótákról gondolkodjunk. Tehát ne csak Európának legyen kötelessége, humanitárius kötelessége, hogy a szíreken, a szír menekülteken segítsen, hanem legyen ez kötelessége és felelőssége az Egyesült Államoknak, Kanadának, Ausztráliának és Kínának is. Láttam, hogy sok gondolatot ébresztett. Igen, ez a bejátszó, mert egy komoly krízishelyzetről volt szó. Nem akarom túl dicsérni, mert még a végül azt mondják, elfogult vagyok, de azt azért meg kell jegyezni, hogy ő menekültekről beszélt. A migráns tanképzésen nem vett részt. Nem volt ott, amikor oktatták a Fidesz összes politikusát, hogy csak migránsok léteznek, menekültek nincsenek. Ez érdekes volt a bejegyzésben, a bejátszásban, ez az oldala. Másik, ami szintén nagyon jelentős. Azt mondta Zoltán, hogy jó lesz, jó volt Ádernek, jó lesz Novák Katalinnak. Nem érdekel. Mi lesz jó a választóknak? Csak ez érdekel. Mert ez egy ország, ahol mindannyian itt élünk, és egyáltalán nem mindegy, hogy a közjogi méltóságok közül a legelső milyen magatartást tanúsít az emberek, a választók vonatkozásában. A párt érdeke nem érdekel, csak az érdekel, hogy képes-e ellensúlyt teremteni. Nem beosztási kérdés ez, ez nem katonaság, még akkor se, ha Orbán Viktor azt szeretné, nem katonaság. Itt a köztársasági elnök szerepe óriási, még akkor is, ha a magyar alkotmányos berendezkedés tekintetében úgy kell tekinteni, hogy kevés a jogköre. Pont elég az a jogkör, hogy megteremtse ezt a tisztességet, pont elég az a jogkör, hogy bízzunk benne, és ellensúlyt képezzen, amikor a hatalom volt szíves, vagy lesz szíves elszaladni a földről. Ugye az előbb említett javaslatom, ismét csatlakozva Somogyi Zoltánhoz, pontosan úgy meg is változtatná azért egy kicsit az államfő jogköreit, nem eltolva egy prezidenciális, tehát egy olyan elnöki berendezkedésbe, ahol mondjuk a főnöke lenne a miniszterelnöknek, nem, megtartva a jelenlegi miniszterelnöki főhatalmat, de egy olyan ellensúly lehetne a mi javaslatunk szerint az államfő, amely például, hogyha visszautal a parlamentnek egy törvényt, akkor azt akkor másodjára már csak kétharmaddal lehessen például visszaküldeni, ami azért általában egy kiegyensúlyozott választási rendszerben, amire majd mi törekedni fogunk, nagyon ritkán előforduló konstelláció. Csak egy mondatot, hogy azért ebben a konstrukcióban, ha jól értem, akkor a miniszterelnök nem közvetlenül megválasztott, hanem a parlament választja meg, a köztársasági elnök meg az ajánlat szerint közvetlenül megválasztott. Nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy a köztársasági elnök ne nőne a miniszterelnök fölé, hiszen a közvetlenül megválasztott politikusoknak mindig nagyobb az ereje. Ez az osztrák példa, ez tökéletesen működik. Ez így. A fölénövők, mellénövők, alánövők. Ez politikai erőt jelent. Na, innen fogjuk akkor folytatni, mert úgy látom, hogy lesz miről még beszélgetni. Egy pici türelmet kérek szépen a vendégektől, önöktől is egy pici türelmet kérek, illetve annyit mondanék még, hogy 9:30-tól rendkívüli kormány infót tart Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter és Hálnáli Zsolt, MOL vezérigazgató. A címe egyébként a sajtótájékoztatónak vagy kormányinfónak, hogy marad a benzinástopp és biztosított üzemanyagellátás Magyarországon. Ez lesz a címe. Amennyiben ez elkezdődik 9:30-kor, akkor élőben oda kapcsolunk majd. De néhány perc múlva még innen folytatjuk.
Folytatjuk már is a Voks 2022-t, a köztársasági elnök választásról beszélgetünk, ez a mai témánk, lévén, hogy ma megválasztotta az országgyűlés Novák Katalin, az új köztársasági elnöknek májustól tölti majd be a pozíciót, és a műsor első részében picit visszatekintettünk arra, hogy a korábbi köztársasági elnökök mennyire voltak aktívak, vagy mennyire voltak passzívak, erről beszélgetünk, és most picit a jelen felé haladunk, mert hogy arról beszélgetünk itt az előző, a műsornak az előző része vége környékén, hogy közvetlen köztársasági elnök választást szeretett volna az ellenzék, ugye jól fogalmaztam, mert hogy sokáig ez volt a... Ez mindig szeretné. Mindig szeretné, de aztán mégis ugye teljesen másként alakult. Az, amire tetszik gondolni, az egy ilyen előjelöléses akció lett volna, egy szimpátia szavazás, ezt kezdeményeztük mi civilek. Ebben hadd dicsérjem meg Magyar Györgyöt, aki itt áll mellettem, mert ő az elejétől azt mondta, hogy kéne egy ilyen a köztársasági elnök jelölésre az ellenzéknek nagyjából ugyanazt a technikát kéne alkalmazni, most lehet, hogy a módszert egy picit más lett volna, megkérdezni az embereket, hogy ki legyen az ellenzék jelöltje, és hát akkor ez egy ilyen fura javaslatnak tűnt, hiszen Márki-Zay Péter megválasztása után azt gondolta volna az ember, hogy jön az erőteljes ellenzéki kampány arra felépülve, hogy őt megválasztották. Na most ott nagyon sokáig semmilyen kampány nem volt, ebbe biztos, hogy belefért volna, hogy az ellenzék a köztársasági elnököt ugyanezen a módon megpróbálja megválasztani. Az az idő ott úgy ment el, hogy például egy ilyen akciót nem vitt tovább az ellenzék. Magyar György elég hamar azt mondta, hogy jó, akkor inkább visszalép ebből az ötletből, de így utólag azt mondom, hogy akkor így élőben megdicsérném, hogy az ötlet az biztos, hogy jó volt, és sokat segíthetett volna az ellenzéknek. Sőt, elég erős mondatokat is mondott egyébként ezzel kapcsolatban Magyar György. Azt mondta, hogy óriási a társadalmi nyomás, az emberek nagyon szeretnék, ha erre sor kerülne. Ha a pártok ezt elutasítják, akkor ezeknek a következményeit ők viselik, és hogy attól tartott, azt is hozzátett, hogy komoly gáncsot vethet egy Fidesz által választott államfő egy esetleges ellenzéki kormány felé. Tehát itt már persze másképp lehet. Tehát volna, csak arra célzok, hogy ön úgy fogalmazott, hogy ha ez így alakul, már pedig így alakult, annak a következményeit ugye az ellenzéki pártok viselik, és itt akkor hagyj forduljak rögtön ennek Kolman felé, aki azt mondta ezzel kapcsolatban, hogy hatalmas lenne az előválasztás mobilizáló ereje, de nem lennének képesek beletenni annyi energiát, mint amennyit ugye korábban a miniszterelnök jelölti előválasztásba tettek volna. Ön például ezzel indokolta, hogy miért nem támogatták. Így van, és ez egyben vitatkoznék azzal, hogy az ellenzék nem tett semmit az ellenzéki előválasztás lezárultával. Én soproni előválasztási győztesként ugyanúgy folytattam a kampányomat. Ez egy téves és budapesti megközelítés, elnézést, hogy ott az ellenzék elvesztegetett volna a hónapokat. Ez nem igaz, mert helyben a 106 egyéni választókerületben is történt az előkészülete a jelenlegi folyó kampányunknak. Ráadásul a Márki-Zay Péter megválasztásával egy nem a hat pártból jövő közös miniszterelnök jelölti csapatot kellett integrálnunk, és azt gondolom, hogy nem vesztegettük el az időt, helyben folytak ugyanúgy a kampány előkészületei, vagy ugyanolyan intenzitással. Bocsás, az előkészületek. Átjött szerinted? Ez egy más kérdés, hogy ezt lehet, hogy kommunikációs szinten, mivel ugye a média bizony már csak úgy működik, hogy nyilvánvalóan, amikor itt miniszterelnök jelöltek ebben a stúdióban vitatkoznak, akkor arra mindenki felfigyel, én ezt belátom, és azt mondjuk, hogy én az untközségben kopogtatok, ez nem biztos, hogy bekerül a híradóba. Na jó, de amíg ön vagy te kopogtatál a községben, addig itt a televízióban a pártok vezetői egyesével magyarázták el, hogy miért nem volt addig kampány, különböző magyarázatokat találtak. Én emlékszem arra, hogy ki kellett pihennie a munkát az aktivistáknak, egészen odáig, hogy programot kellett írni, meg a harmadik össze kellett egyeztetni a csapatokat, de gyakorlatilag az összes pártvezető arra a kérdésre, hogy miért nem volt kampány utána hetekig, hónapokig, arra nem azt válaszolta, hogy volt kampány, ahogy ezt tetted, hanem elkezdte próbálni mondani, hogy miért nem volt, majd magyarázni a bizonyítványt. Az, hogy mondjuk a egyes aktivistáknak mondjuk az előválasztás lebonyolítása után pihenniük kellett egy kicsit, azt meg tudom erősíteni, mert ők voltak ott a sátrakban,
és bocsánat, én értem, igen, hogy itt ez egy olyan kérdés, ahol én azt gondolom, hogy akkor lett volna ez egy kiváló lehetőség az államfőjelöltnek a közös előválasztáson történő kiválasztás, hiszen erről beszélünk, hogyha az a csomag része, tehát ugyanúgy, ahogy a 106 egyéni jelölt, jelentem, a közös miniszterelnök jelölt, és a köztársasági elnök jelentem jelölt. A civil javaslat így szólt. Azt mondottuk, hogy tegyünk be egy harmadik és egy negyedik választási lehetőséget is, legyen pártszimpátiára is szavazás az előválasztáson, ezt is javasoltuk, mert lám-lám mennyi vitát megelőztünk volna avval, hogy lehetett volna egy orientációt kapni, a pártok elvetették. Utána azt mondtuk, a negyedik tekintetében legyenek javaslatok köztársasági elnök jelöltre is, még akkor is, amikor tudtuk, hogy a jogi környezet nem teszi lehetővé ma még a közvetlen választást, de ez a jogi környezet meg fog változni. Biztos vagyok benne, hogy eljön ennek a lehetősége. Akkor viszont, hát ezt elmulasztok. Akkor viszont folytassuk is innen ebből a gondolatmenetből, mert ugye több jelölt is előkerült végül is ugye ebben a folyamatban. Ugye itt nyilván Nyiványi Gábor neve, és ugye ő is előkerült, Elek István is előkerült, és aztán Runa Péter is előkerült. Sokáig ment itt a húzavona is, ugye azt lehetett hallani, olvasni, hogy a pártok ugye erről vitatkoznak, és a Jobbik ragaszkodott Runa Péterhez, és a párt, a többi párt tiltakozása ellenére is. Miszerint azt mondja, 33 ajánlás érkezett még hozzánk arra a rövid időre, ameddig úgy tudta a közönség, hogy lehet ajánlatokat tenni. 33. Miért nem lehetett volna a szimpatia szavazás végigcsinálni költség és energiaráfordítás nélkül? Mi ezt vállaltuk civilek, mi ezt lebonyolítottuk volna, és mégis hátraléptünk, mert azt mondták a nagyok és az okosok, akik a politika aktorai, mert mi csak itt lakunk ebben az országban, másik bánk nincs, hogy erre most nincs energia, erre most nincs szükség. Ez volt akkor, ez volt az oka? Hogy miért nem? Én nem gondolom azt, én azt gondolom, hogy az előválasztásnak a fegyverténye, az egy nagyon komoly politikai teljesítmény volt a 6 együttműködő párt részéről, és én az kár lenne egyfajta ilyen civil attitűdből lekicsinyíteni. Én azt elfogadom egyébként ügyvéd úr véleményét is, hogy esetleg mondjuk egy ilyen megoldás szerencsésebb lett volna, hogy az előbb említettem, ha mind a három részről lett volna egy előválasztás. Én azt szeretném leszögezni, hogy a 32 év politikai történetében egy olyan nem volt, hogy 6 ilyen világnézetileg különböző párt, a jobb-közép keresztény-szociális néppártól, a Jobbiktól kezdve baloldali, liberális és zöld pártok közösen tudnak úgy fellépni, és saját eszközökkel, saját forrásokból megvalósítani egy előválasztást. Én ezt egyfajta olyan nagyon jó és eredményes kísérletnek tartom. Ha innen visszanézünk, bocsánat, ha innen a mai nap eseményéből visszanézünk, nem bánták meg, hogy nem szavazták meg, vagy Róna Péter mellett kitartottak? Én azt gondolom, hogy Róna Péter egy kiváló és olyan bölcs államférfiként szerepelt ma mind a parlamentben, mind az ATV stúdiójában néhány perccel ezelőtt, aki valóban meg tudta volna személyesíteni a nemzet egységét, és pedig arra pedig visszatérve, hogy miért kerültek ki nevek, az egy nagyon érdekes kérdés, mert ugye pontosan arról szólt a pártelnöki megegyezés, hogy erről nem szivárogtatnak ki, így került ki aztán Iványi Gábor neve, szerencsétlenül, és őt hozták olyan kellemetlen helyzetbe, aminek ez lett a végeredménye, ezt elfogadom, hogy ez nem volt jó, és az, hogy a nyilvánosság előtt zajlott ennek a vitának a vége, de maga az a konstrukció, hogy a 6 pártelnök konszenzussal Róna Pétert javasolta, aki tökéletesen meghozta azt, amit tőle elváltunk, ez szerintem nem vitatható. Egy pár dolgot érdemes nagyon röviden tisztába tenni, tehát hogyha lett volna előválasztás köztársasági elnökre, akkor se lett volna annak a győztese köztársasági elnök. Tehát nem ezért lett volna érdemes a köztársasági elnök választás, hanem tovább vinne egy ilyen sikeres történetet, mint a miniszterelnök jelölt választás, az addig, amíg a közben a pártok a háttérben amúgy megegyezkednek egymással, hogy hogyan menjenek tovább, lett volna egy politikai akciója az ellenzéknek, ez az egyik dolog. A másik, hogy azt is érdemes tisztába tenni, hogy az, hogy viták vannak, abból az égvilágon sem, az nincsen probléma. Elszoktunk az elmúlt 12 évben ettől. Két különböző Magyarországot kínál a két politikai oldal. Az egyik egy vita nélküli, egyirányítású oldal, ez a Fidesz. Az ellenzéki pártok meg már a dolog természetéből fakadóan is, hogy ilyen sokan dolgoznak együtt, a vitát kínálják. Itt igazából a probléma az, hogy kevés az olyan vita közöttük,
aminek a végén egy pozitív hangulat érkezik meg. Az előválasztáson, amikor Márki-Zay Pétert megválasztották, volt egy pozitív hangulat mindenki oldaláról, hogy ez milyen sikeres volt. Most ebben a Róna Péter, Iványi Gábor és még kit jelölünk benn, nem a vita volt a probléma, hanem az utána jövő nagyon negatív hangulat, amit egyébként leginkább a pártok körüli értelmiség generált azáltal, hogy Róna Pétert nem fogadta el jelöltjének, ami hiba, tehát a politikusoknak oda kell figyelni arra, hogy jelölnek egy ilyen szemét. Egyébként a harmadik pedig, hogy Róna Péter jól szerepelt a mai parlamenti megszólalásánál, mert felvázolta ezt a két különböző országot, amiről az előbb beszéltem. Akkor viszont nézzük is meg, hogy mi történt ma a parlamentben, ahogy itt már Somogyi Zoltán célzott is rá, ugye mind a két jelölt beszélhetett, elmondhatta az ő vízióját 15 perc állt rendelkezésükre. Kezdjük Novák Katalinnal, nézzük meg egy rövid összefoglalót arról, hogy ő mit mondott. Feleségével érkezett az ülésterembe Áder János. A jelenlegi köztársasági elnöknek május 10-én jár le a mandátuma. A Fidesz-KDNP a 44 éves családokért felelős tárca nélküli minisztert Novák Katalint jelölte utódjául. Védhetetlen és megmagyarázhatatlan. Novák Katalin beszédét azzal kezdte, hogy elítélte az Oroszország által indított háborút. Anyaként és feleségként erre a békességre, megértésre, biztonságra törekszem. Elnökként is a békesség embere akarok lenni. Azt ígérte, ha megválasztják, minden magyart képviselni fog. Ott leszek New Yorkban, Brüsszelben is, ahogy bármelyik fővárosban, ha ki kell állni érdekeinkért. Részt veszek a magyarországi nemzetiségek életében. Felkeresem a faluvégi cigánytelepen a roma magyarokat, ott leszek a városokban és a falvakban. Novák Katalin hangsúlyozta Magyarország Európához tartozását, de kiállt az ország szuverenitása mellett is. Beszédében Orbán Viktornak is köszönetet mondott. Novák Katalint köztársasági elnökké megválasztja. Ezzel Novák Katalin lett Magyarország első női köztársasági elnöke, és 44 évesen a valaha volt legfiatalabb államfő. Kezdjük akkor, értékeljük ezt a beszédet, ki milyennek látta. Ugye azt mondtam a műsor elején, hogy két-három olyan kategóriában mindenképpen különbözni fog, ugye nőként és nagyon fiatalként és tulajdonképpen a kormányzati szférából érkezőként kezdi ezt a posztot, vagy vág bele ebbe a posztba, és ezt mondta is Novák Katalin, kihangsúlyozta, hogy nem ahhoz képest, hanem annak köszönhetően kívánok jó köztársasági elnöke lenni Magyarországnak, hogy nő vagyok. Amikor a jelölés megtörtént, akkor sok szakember azt mondta, hogy egy nagyon profi, jó húzás volt Orbán Viktor részéről, hogy nőt jelölt. Van ennek jelentősége? Vagy van. Lehet ennek jelentősége? Van, megmondom őszintén, hogy ameddig élt a mi előválasztási javaslatunk is, nagyon sok női jelöltet kaptunk, és én nagyon izgultam már előre, hogy jaj, a nézők ezt hogy fogják fogadni, és úgy látom, hogy ez pozitív. Tehát az, hogy fiatal és nő, ebben semmi baj nincs. És még valamit tegyünk hozzá az objektív igazság kedvéért. Nem a személyével van a probléma. Nem ő alkalmasságáról van szó. Arról van szó, hogy megint egy olyan köztársasági elnököt kapunk, aki lojális egy mai hatalomhoz, és nem bírjuk elképzelni azt, hogy ő ezt le tudja vetkőzni. Ez a baj vele, semmi más. Amit mondott, azt pedig félig meddig elfogadható. A családokra utalás tökéletes, de amikor a családokat összekeveri a szuverenitással, azt már egy kicsit nehezen fogom fel, hogy kerül a csizma az asztalra. Amikor békességről beszél, és békeszeretetről beszél, azt már megint el kell fogadni. Humanitárius megnyilvánulásaival semmi baj nincs. Nekem a hitelessége hiányzik, a tisztesség hiányzik, és az elfogulatlanság hiányzik a személyében. Ez egy nagyon kimódolt beszélt volt az én megítélésem szerint. Én az első sorból néztem, hogy a végig a parlament padsorából. Ez egy nagyon kimódolt beszéd volt, jól betanult beszéd volt, gyakorlatilag egyfajta önéletrajzi beszéd volt. Én nem éreztem benne, épp ellenkezőleg, ahogy Róna Péter beszédében azt, hogy a szerepről beszél. Hogy arról beszél, hogy ő tényleg hogyan tudja majd a magyar nemzet egységét képviselni, arról beszélt, hogy honnan jött, milyen kötődése volt, egy kicsit ilyen meglehetősen klisészerű, hát életrajzi elemekkel tűzdelt beszédet mondott, és nekem ráadásul az nagyon visszásnak tűnt, és ellenzéki képviselőtársaimmal még a beszéd alatt is erről azért egymás felé bizonyos jelzéseket tettünk, nem hangosan és nem úgy, de nagyon rosszul éltük meg azt, hogy személyesen mondott köszönetet Lászlónak,
kövér házelnök úrnak, Gergelynek, Gulyás miniszter úrnak, Orbán Viktornak egyetlen egy fél mondatnyi gesztusa nem volt a jelenlegi ellenzék felé. Tehát ezért én ezt így értékelem, hogy az pedig, hogy hölgy és fiatal, ahogy említettem már a legelső megszólásomban, szerintem ahhoz, hogy milyen fideszes államfő lesz, sajnos nem sok köze van. Nem tudjuk azt, hogy milyen köztársasági elnök lesz. Egyébként ez egy új szerep, és ebben az új szerepben megvan a lehetőség arra, hogy váltson politikát. Nyilván bizonyos szempontból mindenképpen kell, mert ő most már nem tudja a Fideszt képviselni, tehát nem lehet a Fidesz politikusa így közvetlenül. Közvetve viszont maradhat, és akkor el is fog bukni, azt gondolom, köztársasági elnökként. Az a beszéd, ami arról szólt, hogy ő mindenkinek a köztársasági elnöke akar lenni, de nem felejti el is, hogy honnan jött, és nem is akar ezen változtatni. Ebben van annyi ellentmondás, hogy a Fidesz, maga a Fidesz politikája nem akar mindenki politikája lenni. Tehát az a családpolitika például, amit Novák Katalin nevéhez is kötődik, sőt, nagyon erőteljesen kötődik hozzá, és amit egyébként ő korábban számos nemzetközi szélsőjobboldali szervezettel együtt épített egyébként, abban például számos olyan ellen van, amiért már magában nem tudna mindenki köztársasági elnöke lenni. Az a párt, amelyik felvállalhatja és mondhatja markánsan, hogy az apa férfi, az anya nő, üzenve egyébként minden homofóbnak, hogy tessék, hozzánk lehet tartozni, az még nem elég arra, hogy valaki mindenki köztársasági elnöke legyen. Ez egyik dolog. És van még egy megjegyzésem. A másik az az, hogy most itt egy rendkívüli parlamenti ülés kezdődik velünk egy időben, amire a Fidesz nem megy el. Most ezen a napon két fontos esemény volt, megválasztottak egy köztársasági elnököt, és utána pedig este a parlament ülésezen. A két politikai erő között annyi a különbség, hogy az ellenzék azt üzent ennek az országnak, hogy ő két Magyarországot lát, de mind a kettőt Magyarországnak látja, és alternatívát kíván felmutatni. Ezért volt az, hogy két köztársasági elnök jelölt beszédet lehetett hallani, egy kormánypártit és ellenzékit, és ez valahol így lenne normális egy országban. A Fidesz a politikájával azt üzeni, hogy ő csak egyetlen egy Magyarországot lát, ami az övé, és mindenki, aki ettől ezen kívül áll, az nem ennek az országnak a része. Ez pedig ez a parlament mutatja, ahol egy olyan fontos kérdésben, hogy mi a kormány és Magyarország álláspontja a háborúval kapcsolatban, amit az ellenzék hívott össze, arra a Fidesznek az a válasza, hogy nem megy el rá. És így nem lesz parlamentülés. Ez két különböző politika. Egyébként a háborúval kapcsolatban ugye elég erőteljesen fogalmazott Novák Katalin. Tehát ugye eleve a beszédének egy jelentős részét tette ki a háború, ugye azt de ha azt mondta volna, hogy tisztelt képviselőtársaim, egy Európa közepén illik elmenni arra a parlamenti ülésre, ami a háborúval foglalkozik, ami a szomszédunkban zajlik, és egyébként az ellenzék hívta össze, ha ezzel benne lett volna a beszédében, akár utalásszerűen, nyilván naív egy kicsit az elvárásom, akkor az már egy más köztársasági elnök felfogás. Ja, az volt benne a beszédében, akkor ezzel szemben, vagy ezzel kapcsolatban a háborúval, hogy az oroszok támadása olyan, mint a pusztító vírus, ugye ezt nagyon sokan ki is emelték, hogy így fogalmazott, és aztán volt még egy mondata, hogy nem fogjuk megengedni, hogy a drágán szerzett függetlenségükkel bárki orosz rulettet játszom. Tegyük már össze ezt a két mondatot, ha akkor innen indulunk ki, hogy a háború vonatkozásában lehet, hogy egy picit karakána vagy erőteljesebben fog hozzáállni, mint mondjuk ez a kormány. Ez lenne a funkciójából fakadó kötelezettsége, de nem látom erre az irányítást. Egyetértek a elnök úrral abban, hogy egy kicsit felépített beszéd volt, hiteltelen, nekem hiteltelen és őszintétlen. Abszolút, ráadásul azt kell, hogy mondjam, hogy amikor mondjuk az orosz rulettről beszélt köztársasági elnök asszony, akkor nekem egész konkrétan a Fidesz politikája jutott eszembe. Egész konkrétan én arra asszociáltam, és egyébként ma erről még a külügyi minisztériumot is interpelláltam, hogy milyen az, amikor mondjuk 12 évig hihetetlenül szoros kapcsolatot építünk ki a putyini Oroszországgal, majd most azt játsszuk el, mintha mi mindig is hű Európai Uniós és NATO szövetségesek lettünk volna. Hát ez teljesen hiteltelen, ezért volt számomra valóban Novák Katalin is hiteltelen. Egyébként az egész beszédben ez a rész csak egy
első felütés volt, tehát nem képviselt igazán nagy súlyt a beszédbe, ezt leszeretném szögezni. Egy rövid mondat. Csak fél mondat. Akkor fél mondat, ez pont belefér, hogy a keleti nyitásból keleti bukás lett. Na akkor innen fogjuk folytatni, mert hogy a nézőknek még mindenképpen meg szeretném mutatni, hogy Róna Péter hogyan beszélt, ő miket hangsúlyozott, számára mik a prioritások, és még egyszer mondom, hogy amennyiben ez a bizonyos rendkívüli kormányinfó elkezdődik, amit Gulyás Gergely és Hernádi Zsolt tart, akkor azonnyomban oda kapcsolunk, innen pedig néhány perc múlva folytatjuk. Folytatjuk is a műsort, elérkeztünk a műsor utolsó részéhez, és amennyiben a rendkívüli kormányinfó elkezdődik, amit Gulyás Gergely és Hernázsi Zsolt tart, majd abban a pillanatban oda kapcsolunk, úgyhogy élőben tudják önök is nézni, hogy mit jelentenek be. De addig is abban maradtunk itt a vendégekkel, hogy Róna Péter beszédével folytatjuk, és megnézzük, hogy ő mit mondott konkrétan ma az országgyűlésben. Az ellenzék jelöltje, a 79 éves közgazdász Róna Péter is beszélt az orosz háborúról, ám ő a kormányt ostorozta orosz barát politikája miatt. A barátkozás a gonosszal belőlünk is gonoszt csinál. Az alaptörvényt is bírálta, amiért szerinte minden hatalmat az országgyűlés kezébe ad. Minden hatalom, még a legjámborabb is, szeretne szert tenni a lehető legnagyobb hatalomra. A bevetetett hatalom pedig a korrupció meleg ágya. Az államfőjelölt szerint nem megengedhető, hogy minden hetedik magyar, ahogy fogalmazott, mély nyomorban él. Miközben mások több milliárd forintos jakton napoznak örömlányokkal. A beszédek végén titkos szavazás következett. A végeredmény azonban nem hozott meglepetést. Novák Katalin 137, Róna Péter 51 szavazatot kapott. Hát ahogy itt a műsor elején is mondtuk, majd beszéltük, egy nagyon-nagyon más típusú, más jellegű beszédet tartott Róna Péter, egészen máshova helyezte a hangsúlyokat, és tulajdonképpen a kormánnyal szemben próbálta pozícionálni magát, a kormányzati intézkedésekkel erkölcsöt hozta el, aztán majd beszélünk arról is, hogy az alaptörvény az alkotmányozással kapcsolatban mit mondott. Ki hogy értékeli ezt a beszédet? Mi volt benne a legfontosabb? Egyetlen egy mondattal azt szeretném mondani, hogy itt az ATV-ben nem nagy kunszt azt mondani, hogy nagyon kevés az ellenzék megszólási lehetősége. Ezért is volt óriási jelentősége, még szimbolikájában is, hogy tudott valaki 15 percen keresztül úgy beszélni, hogy még a közmédiának is le kell róla adni az információit. Ezt nem tudja lenyelni. Tehát ezért is óriási jelentősége volt, plusz az alternatíva. Azért tér el egymástól a két beszéd, mert más az alapállás. És amikor mi annak idején, nem akarok mindig ugyanarra a lóra visszaülni, azt javasoltuk, hogy hadd javasoljanak a civilek embert arra a célra, hogy az emberek szimpátia szavazásából kiválaszthassák a legalkalmasabbat. Pont ez volt a céljunk, hogy mindig legyen egy alternatíva. Tudtuk, hogy nem fogják megválasztani. De mégis azt kell felmutatni, mint egy tükör, hogy tessék nézni, a Fidesz által megválasztott államfő ezt is ezt cselekedte, mi pedig ezt cselekedtünk volna, és ehhez kell egy tisztességes személyiség. Álláspontom szerint ő ezt megtestesített. Mondjuk ebből a szempontból az ellentét az látható volt, nyilvánvaló volt, hogy mennyire más jellegű volt ez a két szempont. Gyakorlatilag, ahogy említettem, itt egy államférfi beszélt, egy bölcs államférfi, aki történelmi perspektívába helyezte a fideszes egypárti túlhatalmat, és nem a kormányzati intézkedéseket bírálta, hanem igazándiból a fideszes hatalomtechnikát bírálta, és azt az egypárti túlhatalmat, és az ő erkölcsi morális tőkéjével azt gondolom nagyon hitelesen tudta ezt elmondani, ezt a beszédet, amelyben azt is kifejtette, hogy micsoda végtelenül gonosz dolog, ahogy azt a bejátszásból is ugye hallottunk, hogyha az ember autoriter egypárti rendszerekkel, mint Oroszország, Törökország ápol ennyire szoros kapcsolatot, és nem olyan bölcs államférfiként viselkedik, ezt szintén a beszédben hangzott el, mint mondjuk Deák, és azért egy valamit még hadd mondjak el, én nagyon néztem szembe Orbán Viktor miniszterelnök úr arcát a Róna Péter beszéde alatt, nagyon rosszul érezte magát a miniszterelnök, mert elszokott tőle, hogy ügyvéd úr mondta, hiszen nagyon kevés olyan felület van, ahol akár őt normálisan megkérdeznék valamiről. Ő is, és a fideszes 133 rendkívül gyáva ember
nagyon nagy zavarban volt a beszéd alatt, mert elszoktak ettől, hogy felmutatnak egy tisztességes, polgári és kiegyensúlyozott demokratikus Magyarország képet. Azért mondtam ezt, hogy bizonyos kormányzati intézkedésekre is utalt, ugye beszélt például a méhnyomorról, beszélt arról, hogy napi 1750 forintból nagyon sokaknak meg kell élni, vagy abból kevesebbel. A magyarok 74%-a ugye a Európai Unió szegénységi küszöbe alatt él, ugye ezt kihangsúlyozta, és akkor ugye ezzel szembe jött a több milliárd forintos jaktokon napoznak, ugye örömlányukkal, ezt az előbb is hallattuk az idézetben. Családokat lakoltak, titesz hajléktalanná korrupt karhatalom, a devizahitelesekről beszélt, a tanárokról beszélt, ugye ez is most tulajdonképpen aktuális a tanárok akár sztrájkával, ezt elkövetelései miatt is. Azt gondolom, hogy a háború, amit Oroszország vív most már a világ ellen, a világnak egy aktív fele ellen az Ukrajna, és egy passzív fele ellen, amelyik nagyon sokat beszél, de nem nagyon tudja megtámogatni Ukrajnát, talán csak fegyverekkel, hogy ez lesz az a téma, ami a választásokig jó eséllyel az embereket foglalkoztatni fogja, közvetlenül is, meg közvetve is, mert amikor például a benzinkutaknál nem tudnak rendesen tankolni, az is visszahatása ennek az egész folyamatnak. Na most ebben a keretben én is megemlítettem volna a beszédben említett Oroszország és Törökország példát, mert 2014 óta, a Tusnádfürdői beszéd óta látjuk, ahol Orbán Viktor meghirdette a liberális demokráciákkal szemben az illiberális demokráciát, és azt mondta, hogy ott kell mintát keresni, és ott egy ideológiai harcot hirdetett a liberális demokráciák ellen, azaz a szabad demokratikus világgal szemben, akkor Törökországot és Oroszországot példaként említette, és azóta is példaként áll a kormánypárti képviselők előtt, hogy ott vannak olyan rendszerek, amelyek nem ennek a hervadó Nyugat-Európának a rendszerei, amit követni érdemes. És ami most történik ebben az országban, az elmúlt napokban, egy pillanat alatt megpróbál átállni ez a rendszer, amelyik immáron több mint 7 éve építi ezt a gondolatot, hogy ők bizony az Európai Unió oldalán állnak, és Oroszországgal szemben, és az ellenzék a háború párti. Na most ehhez egy segítség tud lenni például köztársasági elnök jelölés esetén, hogyha az ellenzék köztársasági elnök jelöltje nem hagyja ezt, nem engedi, és beszél arról, hogy az ellenzéknek a társamképe, az ellenzéknek a felfogása, az miben más, mint a kormányzat, és rámutat mondjuk erre a visszásságra is. Én ezt a beszédből ugyanúgy kihallottam, mint az előbb említett felsorolást, amiből azt gondolom, hogy azok a témák sokkal kevésbé lesznek érdekesek most, amikor háború zajlik a világban. Most viszont ebben a pillanatban oda kapcsolunk a rendkívüli kormányinfóra, mert hogy elkezdődik, amit Gulyás Gergely és Hernádi Zsolt tart, nézzük meg, hogy mit jelentenek be. Igazgatóját. A kettőnk együttes fellépéséből a sajtótájékoztató témája már kitalálható, de mégis szeretnénk világossá tenni a kormány álláspontját, illetve a legnagyobb magyar olajtársaság álláspontját a benzin árral és a benzin kutaknál kialakult helyzettel kapcsolatosan. Szeretném egyértelművé és világossá tenni, hogy a kormány kitart a benzinárstop mellett. A koronavírusból való kilábalás, és most még ehhez az orosz-ukrán háború, az egész világon ugrásszerűen megnövelte az inflációt. Ennek a visszaszorítására a kormány több fontos intézkedést hozott. Bevezettük az élelmiszerárstoppot, bevezettük a kamatstoppot, fenntartjuk a rezsicsökkentést, és bevezettük a benzinárstoppot. A cél az volt, hogy az energiaárak emelkedésétől a lehető legnagyobb mértékben meg tudjuk kímélni a magyar családokat és a kisvállalkozásokat. Az Ukrajnában zajló háború miatt az energiaárak a világpiacon az egekbe szöktek. Ennek köszönhető, hogy ma Európa több országában több mint 200 forinttal drágább, hogyha euróról átváltjuk, több mint 200 forinttal drágább a benzin és a gázolaj, mint Magyarországon. És az elmúlt napokban számtalan, minden alapot nélkülöző híresztelés jelent meg azzal kapcsolatosan, hogy a kormány nem akarja vagy nem tudja fenntartani a benzinárstoppot, illetve arról, ami szintén valótlan, hogy az ország üzemanyag ellátása veszélybe került. Ezek a híresztelések valótlanok, és minden alapot nélkülöznek.
Az olajszállítás összességében folyamatos, bár helyenként a megnövekedett igények miatt vannak nehézségek, de a MOL döntően a 100 halombattai finomítón keresztül képes ellátni a teljes magyar piacot. A benzin, turizmus és a növekvő tranzitforgalom és az elmúlt napokban tapasztalt pánikkeltés miatt jelentősen megnőtt az üzemanyagfogyasztás, ezért a MOL-lal egyeztetve három döntést hoztunk meg, amelyek biztosítják a benzinárstopp fenntarthatóságát. Az első, hogy a 7,5 tonna feletti gépjárművek, kamionok és a 3,5 tonna feletti külföldi rendszámú teherautóknak csak a nagynyomású kútosztopoknál lehet tankolni, ahol a gázolaj értékesítése piaci áron történik. Ezzel az intézkedéssel az üzleti érdekből zajló benzinturizmust visszaszorítjuk úgy, hogy a személygépkocsik és a 7,5 tonna alatti magyar teherautók továbbra is jogosultak literenként 480 forintos áron üzemanyaghoz jutni. Egy fontos kivétel is van, a mezőgazdasági erőgépek független attól, hogy hány tonnát nyomnak, továbbra is a benzinárstopnak megfelelő 480 forintos áron vásárolhatnak üzemanyagot. Az üzemanyag forgalmazók javaslatára a kormány 20 forinttal csökkenti az üzemanyagok jövedéki adóját. A MOL a következő hetekben és hónapokban is képes nagykereskedelmi áron biztosítani az üzemanyagellátást, de ehhez szükség van arra, hogy a spekulációs célú benzinturizmust szorítsuk vissza. A kormány utasította a rendőrséget, hogy rémhírterjesztés miatt minden esetben, amikor a bűncselekmény törvényi tényállása megvalósul, indítson eljárást azokkal szemben, akik valótlanul üzemanyagellátás leállásáról közölnek információkat, és ezzel az autósokat becsapva több száz méteres sorokat idéznek elő a kutak előtt. Ahogyan kértük, hogy azokkal szemben is induljon eljárás, akik nem üzemanyagszállításra alkalmas tárolóba töltenek benzint vagy gázolajat, ezzel veszélyeztetve saját és mások testi épségét, az elmúlt napokban sajnos ezeket szép számmal kellett megtapasztalni. A rendelet ma este 10 órakor hatályba lép, az átállás miatt a következő órákban és ma éjszaka a nagynyomású kutoszopoknál lehetnek fennakadások. A kormány a 4 napos ünnep teljes időszakára péntek este 10 órától kedd este 10 óráig kamionstoppot rendel el. Ezekről a bejelentésekről szerettem volna tájékoztatni önöket. Átadom a szót elnök vezérigazgató úrnak. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim. Miniszter úr, ahhoz képest, amit a MOL kiadott tegnap közleményt, nem változott semmi. De mégiscsak azért vagyok itt, hogy elmondjam, hogy mi is történik. A MOL finomítói azok zavartalanul működnek, a 100 halombattai finomító teljes kapacitással, a betáplálás zökkenőmentes, a Barátság kőolajvezeték orosz kőolajat Ukrajnán keresztül folyamatosan szállít, és készen áll az Adria kőolajvezeték, hogyha bármilyen fennakadás lenne a keleti betáplálásból, hogy az Adria kőolajvezetéken elindítjuk fölfelé a tankerekből letermelt olajat, és elindítjuk azoknak a finomítását. Mindez azt jelenti, hogy elméletileg készen vagyunk. Azt is jelenti, hogy a MOL-nak van elegendő készlete, és elegendő finomítói kapacitása ahhoz, hogy a magyarországi teljes üzemanyagfogyasztást fedezni tudjuk belőle. Ez még akkor is így van, hogyha az elmúlt időszakban elképesztő mozgásokat láttunk az áraknál, mint a forint euróhoz és dollárhoz viszonyított árfolyamánál, föl is és le is az utóbbi napokban, mint pedig a kőolajnál, illetve az üzemanyagoknak a jegyzés áránál. Az utóbbi időben részben az ársapkának köszönhetően, részben pedig némileg, hogy így fogalmazzak, nem rendeltetésszerű vagy visszaélésszerű fogyasztóknak a megjelenése miatt, részben pedig azért, mert a nagykereskedelemből, a korábban nagykereskedelmi üzemanyag levevő helyeken, felvevő helyeken tankolók, azok is átjöttek az üzemanyagtöltő állomásokhoz, drasztikusan megnőtt
a töltőállomásoknak a forgalma. És azt hiszem, hogy ezt nem kell ragoznom, sok mindenki látott erről képeket, én is hoztam magammal néhányat, érdemes megnézni azokat, hogy mi is történik az üzemanyag töltőállomásoknál. Látjuk, hogy autóbuszok most már az üzemanyag töltőállomásoknál tankolnak, látjuk azt, hogy kamionok, magyar és nem magyar rendszámú kamionok, mindenféle kis teherautóknak a hátuljába 100-200 literes különböző edényekbe tárolják az üzemanyagot, sőt van itt nálam egy olyan fotó, ahol nejlon zacskóba tankolták az üzemanyagot. Érdemes megnézni egyébként, mert egészen döbbenetes. Ezt mi úgy hívjuk, hogy visszaélésszerű használat annak a lehetőségnek, hogy a védett fogyasztói csoport továbbra is alacsony áron tudja kapni, vagy alacsonyabb, és ne szakadjon rá a világpiacnak a hektikus árváltozása erre a csoportra. Ez egy politikai döntés, ez egy kormányzati döntés. A mi feladatunk pedig az, hogy az ellátás biztonságot garantáljuk. A megnövekedett forgalomnak körülbelül a 70%-a az a mi hagyományos nagykereskedelmi vevőinknek a kutakhoz átterelődött forgalma. Akik korábban a telephelyükön vették fel az üzemanyagot, mint egy busztársaság, mint egy buszszolgáltató, mint egy kamiontársaság, egy bármilyen más olyan cég, aminek ott van a telephelyén egy üzemanyagtöltőhely, nem abból töltötték fel, hanem elküldték az üzemanyag töltőállomásokra, mert ott az ár maximalizálás az működött. Körülbelül 20%-a a megnövekedett forgalomnak az az úgynevezett üzemanyagturizmusból van, amikor egyszerűen főleg a határmenti településeken, illetve a tranzitforgalomban résztvevő kamionok, teherautók, azok Magyarországon álltak meg tankolni, és itt töltötték fel a gépjárműveket. És körülbelül 10% az úgynevezett pánikvásárlás. Emlékezünk mindannyian, amikor eltűntek a WC papírok a Covid elején, emlékezünk mindannyian, amikor száraz tésztát nem lehetett kapni a Covid elején, és a többi, és a többi. Ez a pánikvásárlás mindenki otthon felhalmozza, és aztán utána, egy idő után ott állnak a készletek, vagy a AdBlue-nak a vásárlása néhány hónappal ezelőtt. Ez körülbelül 10%-át teszik a megnövekedett forgalomnak. Egy átlagos nap a MOL életében úgy néz ki, hogy körülbelül 5 millió liter üzemanyagot értékesítünk a telephelyeinken, az üzemanyag töltőállomásoknál, és a nagykereskedelemnek körülbelül 8 millió litert adunk át. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ez mind a viszonteladóknak, akik később tovább értékesítik ezt az üzemanyagot, mind pedig azoknak, akik a saját telephelyüket minősülnek végfelhasználónak, és a saját gépkocsi parkjukat töltik vele. Emellett körülbelül 5 millió litert exportra továbbítottunk. A Százhalombattai finomító egy normál napon 18,5 millió liter üzemanyagot állít elő termelbe. Ez dízel és benzin vegyesen. Ehhez képest hogy nézett ki az elmúlt napunk? Az elmúlt napon a szokásos forgalomnak a háromszorosa jelent meg a MOL töltőállomásoknál. Majdnem elérte a 15 millió literes értéket. Ezt nem lehet már a hagyományos eszközökkel lemenedzselni, nem azért, mert nincs üzemanyag, hanem azért, mert a logisztikánk nem erre készült fel. A MOL Transz és az alvállalkozók, az alkalmazott alvállalkozók, akik a tartálykocsikat üzemeltetik, azok 0-24 órában dolgoznak, 280 sofőr, 127 tankantó járja folyamatosan az utakat. De a magyar üzemanyag ellátás nem erre lett tervezve. Ezért vált szükségessé, hogy beavatkozzunk és visszatereljük a fogyasztókat azokhoz a telephelyekhez, ahol korábban is kapták az üzemanyagot. Ellenkező esetben ez a fennakadást nem lehet kezelni normál piaci vagy normál technikai eszközökkel. Nekünk az a feladatunk, és akkor tudunk gondoskodni az egyenletes és zavartalan ellátásról, hogy ezeket a bejelentett intézkedéseket végrehajtjuk. Ahogy itt elhangzott az előbb, első szám feladatunk, hogy a tehergépjárművek, a haszongépjárművek, a 7,5 tonnát meghaladó haszongépjárművek, azok visszatérjenek a nagykereskedelem által biztosított telephelyekre, és ott történjen a kiszolgálás. A töltőállomásokon csak a nagynyomású kútfejeknél tudjanak vételezni üzemanyagot. A nagynyomású kútfejek alatt azt értjük, amikor egy perc alatt 80 liter üzemanyagot tudnak betölteni, ezek tipikusan ezekre a gépjárművekre lettek kialakítva. Ezeken a nagynyomású üzemanyag töltő helyeken azonban már a piaci ár fog érvényesülni. Ugyanaz a piaci ár, vagy ugyanúgy egy piaci ár, mint amilyen áron a telephelyeken fel tudják tölteni, és amik gyakorlatilag most kiürültek, mert szinte senki nem tankolja meg ott a rájuk bízott gépjárműparkot.
A töltőállomások a mezőgazdasági erőgépek kivételével nem szolgálhatnak majd ki a rendelet hatályba lépésének megfelelően normál kútfejeknél 3,5 tonnánál nagyobb külföldi rendszámú gépjárművet és 7,5 tonnánál nagyobb magyar rendszámú gépjárművet. A kormány döntött a jövedéki adó 20 forintos csökkenésével, ami nagyon sokat segített ahhoz, hogy az import újra visszaálljon, ismételt újra megérje importálni a nagykereskedőknek, hogy ezzel is a logisztikai terhelést ki tudjuk egyenlíteni. Közben tart még a sajtótájékoztató Gulyás Gergely és Hernáni Zsolt. A műsoridőnk viszont letelt, a sajtótájékoztatót viszont tudják tovább nézni az ATV Facebook oldalán. Én pedig mára elköszönök Önöktől, a vendégeknek is köszönöm szépen, hogy itt voltak és elmondták a véleményüket. Szép estét kívánok, viszontlátásra!